Best of Szilágyi György. Ön a szóképviselő úr. Szépen a szót, elnök úr, tisztelt miniszterelnök, helyettes úr, először is köszönöm, hogy mint medve a barlangjából előbújt a vadászlesek védelméből, és végre több hét után hajlandó válaszolni a kérdésemre. 2014 a holokauszt éve. Engem ez azért lep meg egy kicsit, mert 2013 mi volt? 2012 mi volt? 2011 mi volt? És sorolhatnám hosszan-hosszan visszamenőlegesen. Szépen a szót, tisztelt miniszterelnök úr, Jakab Péter képviselőtársam rossz ajándékot adott önnek, hiszen ön nem is fogadta el az acskó száraz tésztát. Harka jegyzem meg, hogy Kocsis Máté le is nyúlta öntől rögtön. Erre én mondtam neki, hogy nem utogass. Természetesen itt egy kicsit elszaladt a ló velem, és ezért elnézést is kérek, hiszen elszakadt az a bizonyos cérna, és nem volt helyén való ilyen stílusban a parlamentben felszólalni, felkiáltani, vagy odaszólni az államtitkárnak. Ha bejövünk egy településre, akkor már azt látjuk a legtöbb településen egyébként, hogy hát több mint a fele a lakosságnak, legalábbis aki az utcán van, vagy akár már 70%-a is, egyébként cigány. Önnek a legfőbb hobbija az uralkodáson kívül a foci. Országgyűlés egyik leggerinctelenebb, leghazudozóbb képviselője, engem ne nevezzen nácinak. Jobb márciusban egy hóesés, mint mondjuk húsvét után, április 8-án egy karácsony. Tehát Mészáros Lőrinc egy fenomén, ami egyébként mindig mondják, hogy az oktatáspolitikánk mennyire rossz. Én úgy gondolom, hogyha valaki egyszerű gázszerelőként ilyen zseni tud lenni, ilyen gazdasági zseni, akkor nem is annyira rossz az oktatáspolitikánk ezek szerint. Van valami beteges vonzódás a luxusgépekhez az ő részéről? Egyébként a műsoraiban folyamatosan hazugságokkal tömi az ember. Mondjon egyet. Nem egyet. Hát nem tudunk igazat mondani abban a műsorban, amit ön elkészít. Mondjon egy példát. Nagyon akkor sokat lehet mondani, csak meg kell nézni az ön műsorait. Szerintünk így van.